Krisztusban, kedves testvérek! Zakeus vasárnap van, és ez a Zakeus vasárnap a kezdete annak a hosszú vándorlásnak, ami egészen húsvétig tart. A Zakeus vasárnapnak a témája, az megszabja ennek az egész készületnek az egyik legfontosabb alapját, a vágyakozást. Hiszen a vágyakozás az az emberi dimenzió, az az emberi tulajdonság, ami a legtöbb változást ki tudja hozni egy embernek az életéből. Hiszen egész életünk egy ilyen vágyakozás, és a vágyaink azok célokat tűznek ki magunk elé, és ez a vágy, ami a vágy és a cél együtt képes elmozdítani az embert abból az állapotából, ahol évek vagy évtizedek óta él. És persze, ahogy a vágyakozásnak jó irányai vannak, a vágyakozásnak rossz irányai is vannak. Ezért nekünk mindenképpen át kell gondolni, hogy milyen vágyak és milyen célok élnek az életünkben, és miért küzdünk, hogy merre tartanak életünknek a folyamatai, ezek nagyon fontos dimenziók. Ebből a zakeusi történetből indulunk el 5 előkészítő vasárnapon keresztül, a vámos és farizeus történetén, a tékozló fiún keresztül, az ítéletnek az evangélium, a Natánaelnek az értetlenségén túl, így jutunk el majd a nagybőthöz. És aztán vándorlunk még 40 napig azért, hogy értsük, hogy mit művel velünk Krisztus a szenvedés hetében, és mit ad nekünk a feltámadásban. Ez hát az első evangélium, és nagyon fontos, hogy Zakeusnak az egész életére egy kicsit ráfókuszáljunk, hogy lássuk, hogy mi történik, mi történhet vele, és mi történhet velünk, amikor ebben az evangéliumi történetben keressük és találjuk meg a helyünket. Ja, a változásnak a csodáját, ami akár Zakeusban, akár bennünk történik, a változásnak a csodáját az Isten adja. Az ember minden saját erejében mindig kevésnek bizonyul, hogy igazán változzon valami az életében, a változásnak a csodáját az Isten adja, de a lehetőséget azért rábízza az emberre, hogy ha te lehetőséget adsz nekem, hogy én valamilyen módon változást hozzak elő az életedben, akkor én nem leszek rest, hogy az életedben megvilágosítsak dolgokat, és elcsábítsalak téged a változásnak az útjára, de a lehetőséget a te kezedbe adom. Ha te akarod, akkor ez történik, ha nem akarod, akkor nem történik. Az embernek egy kicsit néha föl kell emelkedni az életének a folyamatai felé. Hogyha az ember mindig csak horizontálisan, mindig csak a saját életét és a saját hétköznapjait látja, ha mindig csak oldalra szétnéz az ember, akkor mindig ezt látjuk. Sokszor rossz emberek, sokszor rossz vagy irányíthatatlannak történő folyamatok vannak. A világ nem segíti az embert, hanem sokszor csak olyan kihívásokat támaszt, amiben az ember belefárad, vagy olykor bele is bukik. Szóval ha az ember mindig csak horizontálisan néz, akkor nagyon sok bajt lát, és a saját életének az irányultságait, a saját életének a haladását sem tudja igazából fölmérni. Hogy én most helyben járok, rossz felé tartok, vagy éppen jó felé tartok az életem változásaiban. Az embernek néha túl kell emelkednie ezen a horizontális vizsgálódáson, és néha egy kicsit fölülről kell megnézni a saját életét. Hogy mik történnek a saját életében. Ezért van vasárnapunk, hogy az ember néha megáll, és néha egy kicsit feltérképezi, hogy most ez az életem. El tudom mondani talán a jelen pillanatot, mert az érzéseimet, ha most egy kicsit mélyre elvezek, akkor azért fel tudom térképezni. Látnom kell azt, hogy mi történt velem az elmúlt évben, egy kicsit terveznem kell, vagy sejtenem kell, hogyha így maradok, és az előző évi folyamataim történnek, akkor mi lesz velem egy év múlva. Ha az ember néha fölemelkedik, akkor egy kicsit ilyen másképpen látja. Zakeus túlemelkedett a maga a hétköznapi horizontális életén. Ott volt az egész nyomorúsága, ott volt a gazdagsága, amit abból szerzett, hogy a saját fajtáját is, meg az idegen átmenő kereskedőket is súlyosan vámokkal megterhelte. Ott volt az egész életében az utálat, amit emiatt viselnie kellett, de a gazdagság és a pénz miatt inkább viselte az utálatot, mint hogy túllépjen, és esetleg ne legyen ilyen megkárosító. De mert Zakeus fölment, fölemelkedett, így meg kellett látnia Jézust, aki arra haladt, szeretett volna Jézusnak, egyáltalán hallotta, hogy ott átvonul Jézus, és akarta látni. Kicsi volt, felmászott egy fára, így túlemelkedett a hétköznapi életén,
és lenézett, és meglátta Jézust, túlemelkedett. Ez adta meg a változásnak a lehetőségét, hogy egy kicsit túlemelkedett, fölemelkedett a hétköznapi életéből. Ha én nem állok meg rendszeresen, és nem nézem egy kicsit fentről, és amikor fentről nézem, akkor egy kicsit Isten szemével is nézem az életemet, ha én nem emelkedek fel, akkor nem látom meg, hogy valójában merre tart az életem, és nem látom meg Jézus sem, aki arra vonul. Amikor Zakeus fölemelkedett, akkor az történt vele, hogy ez már nem csak körülötte történt ez az egész, hanem vele történt. Az élet nem csak körülöttem úgy történik, és én nem vagyok az életnek egy véletlen játékszere, hogy ide-oda dobál engem a világ vagy az élet. Ha én túlemelkedek néha, akkor meglátom Jézust az én életemben, az én sokszor csak nyomorúságos életemben. Mert amikor csak horizontálisan nézem az életemet, akkor betódul a gondolataimba egy csomó baj, egy csomó szerencsétlenség, egy csomó be nem teljesült vágy lelkileg, egy csomó be nem teljesült vágy testileg. Számtalan dolog begyűrűzik, és csak ezeket látom. Ha túlemelkedek, akkor meglátom ezekben a történetekben az Istenemet, aki ott van az én életemben. És amikor én látom Jézust velem együtt küzdeni ezekben a bajokban, akkor egészen másképp viselem, fogom tudni, hogy ez nem csak rajtam kívül történik, hanem ez velem történik. Az életem velem történik, különösen akkor, hogyha látom ebben a velem történő eseményekben az Isten kezét, látom ott járni velem Jézust. Hát ez az egyik fontos dolog, és ez a lehetőség. Ez a lehetőség, amit én Isten kezébe, a változást mozgató Isten kezébe teszek, az a lehetőség, hogy néha túlemelkedek. Hogy elengedem egy kicsit ezeket a hétköznapi szorításokat, amikben élek, és kicsit felülről nézem. Hogy lássam meg az életemnek a folyamatait, és lássam meg ezekben a folyamatokban megjelenő Jézust. Hogy ez ne csak rajtam kívül történjen, hanem velem történjen. Jézus élete velem együtt történjen. Ez az egyik dolog, amit Zakeusnak a történetében mindenképpen látunk. A másik az, hogy Jézus, amikor arra megy, és ott áll egy alacsony termető ember egy fügefának a tetején, akkor Jézus megáll és felnézett Zakeusra. Úgy gondolom, hogy Jézusnak ezek a belső kis, apró kis motivumai, amikor meglát egy szerencsétlen embert és megesik a szíve, amikor megáll a fügefa alatt és felnéz Zakeusra, ezek nagyon sok mindent elárulnak Jézusnak a hozzánk fűződő viszonyából. Ezt az embert mindenki lenézte, mert egy gazember volt, aki megkárosított mindenkit, akit csak lehetett. És miközben mindenki lenézte, Jézus meg felnézett rá. Úgy gondolom, hogy az ember, amikor feltérképezi a saját életét, akkor sok minden talál magában, ami egészen Zakeushoz teszi hasonlóvá. Igazából sokszor az emberek vagyunk. Elrontjuk, elcsaljuk, kihasználjuk, vagy egyszerűen csak elengedjük, elmulasztjuk. Rengeteg minden talál az emberben, amiben el tudja mondani, hogy hát azért neki bizony vannak restanciái az Istennel kapcsolatban. És mindezek mellett azért ezt nagyon érezni kell magunkban, hogy az Isten felnéz ránk. Jézus, felnézzen, ha engem mindenki lenéz életemnek a kiderült gyöngeségei miatt, az Isten akkor is felnéz rám. Jézus ott volt az atyánál, a világ teremtésekor is ott volt az atyánál. Amikor az életed vagy az én életem elindult az anyánk méhében, akkor ott volt Jézus az atyával, a teremtő atyával, aki kitalált egy egyedi, egyszerű és megismételhetetlen személyiséget. Ugye, ha 7 milliárd embernek a szemébe benézel, akkor mindig azt fogod érezni, ha egyenként belenézel, hogy én nem ilyen vagyok, én más vagyok. Ott volt Jézus az atyánál, amikor az életedet alkották, és amikor ők alkották az életedet, a tökéletes és jó Isten csak jó életet tud alkotni. Ha mindenki lenézte Zakeust azért, mert egy gazember volt, ha Jézus akkor is belelátta Zakeusnak az életébe azt az embert, akit az ő anyjának a méhében megálmodott az Isten, és tudta, hogy Zakeusban ott van a jó. És ezért felnézett rá, az Atya alkotására Jézus felnéz. Ha a te életedre tekint Jézus, akkor felnéz rád. Életed minden gyöngesége és hitványsága mellett is fölnéz rád, mert látja benned a jót. Tudja, hogy a világ ez nem segít. Tudja, hogy a világ összekever dolgokat, tudja, hogy beleesünk sokszor ezeknek a lelki és testi kívánságoknak a csapdájába. Látja ezt a sok jót, de a sok bajnak a takarásában az Isten mindig ott látja a jó embert, benned is. Érezned kell, hogy életed minden gyöngeségeden túl az Isten föltekint rád. Zakeust ezt érezte meg, hogy föltekint rám az Isten, engem mindenki megvet. Nem akarta elengedni, mert sokszor nem tudjuk elengedni a dolgainkat, azokat a
A bűneinket se tudjuk sokszor engedni, mert a bűnök édesek. De mindezeken túl, minden ilyen engedetlenségen túl, Jézus látja Zakeusban a jót. Fölnézett Zakeusra. Ki néz rád fel? Kihasználnak, elvesznek, megtaposnak néha, félreállítanak, mindenki a saját életéért küzd, mások vére árán is előre kell jutni. Ezt adja nekünk a verseny, a kapitalizmus, amit akartunk. Ki néz fel rád? Azt gondolom, mindig érezni kell, hogy Isten felnéz rám. Az ő alkotása vagyok, azért vagyok mindenkitől más és különböző, mert belém egy más dolgot álmodott az Isten, ezt keresnem és megtalálnom kell. Mit akar velem az Isten ezen a világon? Mit akar velem ezen a földön? És úgy gondolom, hogy amikor Zakeus lefelé tekintett, mert ott járt Jézus, és úgy gondolom, amikor Jézus fölfelé tekintett, mert ott áll Zakeus a fatetején, akkor a két tekintet az összeér. Mit adnánk, hogyha belenézhetnénk egyszer úgy Jézus szemébe, ahogy Zakeus bele tudott nézni? És mit adnánk, ha egyszer úgy érezném az életemen Jézusnak a tekintetét, mint ahogy akkor ott Jézus tekintett Zakeusra? És amikor a két tekintet összeér, akkor azt nem tudjuk elmondani, hogy mekkora öröm felfedezni azt, hogy személyesen az én életemet nézi, az én szememben néz. Zakeus tudna erről beszélni, hogy mi történt vele akkor, amikor Jézus szemébe nézett. És látjuk a következményeket, hazamegy a vagyona felé, szétosztja a szegényeknek, azért osztja a szegényeknek, mert mindenkit nem tud megkeresni egy vámos, aki átment az úton. Ezért az idegenektől beszedett vagyont odaadja a szegényeknek, akit megkeres, megtalál, azokat megkárosított, azoknak meg négy annyit ad vissza. Ezek a változások, ezek a hozományok, de igazából az élménye az abból volt, hogy a felfelé tekintő Jézus, meg az ő lefelé tekintető szeme összeért. Ez volt Zakeusnak a menekülése. Beletekinteni az Istenbe, aki az én életemben akar részt venni, és nem csak úgy körülöttem, nem csak úgy előttem elhalad. Azt mondja Jézus Zakeusnak, mikor már ez a szemkomtatás megtörténik, azt mondja, hogy na ma a te házadban kell megszállnom. Amikor odaállna elé Jézus, azt mondja, hogy na, akkor most beköltözöm. Ez két dolgot mindenképpen jelent, két különböző dolgot mindenképpen jelent. Az egyik az az öröm. Amikor Jézus belép az életemben, és én tudom, hogy ott lakik velem, akkor az életemben nagyon sok minden meggyógyul. Azok a mérhetetlenül fontos dolgok, amikhez annyira ragaszkodtam talán életem során, ezekből sok mindent el tudok engedni. És aki nem tudja elengedni az életében a dolgait, az a végén belefullad. Tehát amikor Jézus ott van, akkor sok mindent el tudok engedni, meggyógyulnak lelki sebeim, meggyógyulnak sokszor a testi sebeim is, mert az Isten az élet ura, és olyan módon tud bánni az én életemnek a lelki és testi természetű dolgaival, ahogy se egy orvos, se én magam nem tudok ezzel bánni. Amikor Jézus ott van, akkor meggyógyulnak ezek a dolgok, és megtanulom az elengedésnek a művészetét, és ez nagy öröm. Zakeusnak az életében sok minden megváltozott, jó irányba fordult az élete, és ez nagy öröm. De azért van ennek egy másik oldala is, van egy megrettenés. Ha ilyen látható és érezhető módon Jézus belépne az életedbe, és azt mondaná, na, akkor most beköltözöm, akkor az ember érzi, hogy egy csomó mindent el kell engedni. Jézusnak a világosságában kiterülnek az életemnek a swingliei és a bűnei, és azt mondja, tudom, hogy ezeket el kell engedni. Kicsit veszélyes. Jézusnak a jelenlétében én egy kicsit veszélyes, mert kiderülnek a sumákságaim. Kiderül az, amit lelkileg elrontottam, kiderül az, amit testileg nagyon elrontottam. Egy összekuszálódott világban élek, tele vagyok mindenféle torzulásokkal, tele vagyok szexuális bűnökkel, kalandokkal, nem Isten törvénye szerinti való életekkel, tele van az életem ilyen sebekkel. Jézusnak a jelenlétében mindezek kiderülnek. És akkor az ember azt mondja, hogy hát úgy érzem én, meg haladnék én is, de nem lehetne, hogy ma este még valaki másnál szállná meg? Hogy egy kicsit úgy, azért hajrendezzem már, hogy azért ne legyen már ilyen kupi nálam, amikor bejössz. Meg lakhatnál igazából a templomba is, és amikor igazán találkozni akarok veled, akkor majd én elmegyek, és akkor ott vendégeskedünk, és igazán hazamegyek a saját kis életembe. Hát ez nem. Jézus, amikor ránéz az életedre, azt mondja, hogy így, ahogy vagy. Ezekkel a rendetlenségek, ezzel a kupival együtt, én most nálad akarok lakni. És nem másnál, meg nem csak a templomban, én nálad akarok lakni. Ez a belépő Krisztus, hidd el nekem, hogy sokkal több jó dolgot művel veled, mint amennyi terhed lesz abból, hogy kiderülnek az életednek a dolgai. Sokkal több jó dolgot művel veled.
És ha csak a szomszédban lakik, meg csak a templomban lakik, akkor ezt nem érzed, ezt a sok jót, amit az Isten művelhetne veled. Azért megyünk el, azért szenteljük meg a házaitakat, hogy ebben a vízben, amit az Isten megáldott a templomban, az beléphessen a lakásodba. Azért csókoltatjuk meg veled a keresztet, mert ez a Krisztus szeret téged, és az ember viszont csókolja Krisztust, aki szeret. Egyszer bele kell szeretni ebbe a Krisztusba. És igazából csókot csak a szerelmének, és azt is a háznak a titkában ad igazában az ember. És ezt tesszük akkor, amikor a háznak a megszentelése után megcsókoljuk Krisztust. A házunk titkában, a bensőség, az intimitásnak a területében megcsókoljuk Krisztust, aki belénk szeretett, és az életét adta ezért, és akiben mi viszont beleszerettük, és az életünket változtatjuk meg ezért. Hát hívd meg Krisztust! Ha nem mondja, és nem hallod eléggé, hogy ma nálad akarok megszállni, akkor hívd meg, mert ez a meghívott Krisztus, ez mindenképpen jön. Azt mondja Zakeusnak, amikor felnéz a fára, hogy szállj le hamar. Ez nem azt mondja, hogy elmegyek még most ezekkel, meg oda megyek, meg is ott rendbe teszem, meggyógyulok, és majd visszajövök, azt mondja, itt és most, szállj le hamar. Mennyi olyan halogatása van az életünkre, amire azt mondjuk, hogy majd holnap, majd később, majd életemnek egy másik szakaszában. Ezek a tologatott dolgok, és az ember igazából azt veszíti el, hogy az elmulasztott helyzetek miatt egyszerűen elmulasztja a szeretetnek a helyzeteit. A barátságnak az ápolása, az holnap lehet, hogy már nem tud működni, mert eltelnek az idők, és az eltelt idő elszakít bennünket egymástól. Egy házasságnak az ápolása, amit én nem teszek rendszeresen, az egyszerűen elszalasztott lehetőség, és ezek nem térnek vissza. Az ember belebukott már életében néhány olyan folyamatban, amikor azt mondja, hogy ezeket a helyzeteket nem tudom visszahozni. Az Isten sok mindent visszaad az embernek, sok mindent visszaad, de az elszalasztott és eltékozott lehetőségek, ezek nem térnek vissza. Fogjuk látni a tékozló fiúnak a történetét egy későbbi vasárnapon, amikor azt látjuk, hogy hazajön a fiú, és minden helyre áll. Az apja elé szalad, megöleli, meggyógyítja, örül neki, lakomát rendez, mindent odaad, minden szeretetét odaadja, és ezzel a tékozló fiúnak a lelke teljesen meggyógyul. De a vagyon nem osztja el még egyszer. Amit ő eltékozolt, amit ő elszalasztott, azok a dolgok elúsztak. Amit te eltékozolsz, elszalasztasz az életedben, különösen a szeretetnek, a szerelemnek a lehetőségeit, amikor elszalasztott, ezek a lehetőségek nem térnek vissza. Ezért mondja Zakeusnak, hogy nincs idő. Most szállj le, és most induljon el az életed a változás útján. Azt mondja nekünk az Isten, hogy most, nem holnap, nem holnap után. Tervezzél, persze tervezzél egy év múlva is, meg tervezzél a következő 5 évre is, tervezzél, de neked itt és most. Ha mindenki csak a múltjában él, és töpreng azon, hogy mi volt, és mit szalasztotta, és mit rontott el, meg mindig csak a jövőt tervezi, hogy mi lesz velem egy év múlva, vagy 5 év múlva, elfelejt élni, mert az életed a jelenben folyik. Itt és most. Szállj le, hamar mondja Zakeusnak, szállj le most. Jó, hogy magasságból belenézel az életedbe rendszeresen, a folyamatokat feltérképezed, de itt és most neked szeretned kell, nincs mese. Mert a szeretetnek a lehetőségei, azok nem térnek vissza életed során. Ott állnak a jelenet mellett az okosak, meg a jó életűek, meg az írástudók, akik egész életükben az Istent keresték, és próbáltak a törvények szerint élni, és azt mondták, hogy ez egy gazember. Hát miért hozzájuk megy Jézus? Hát miért nem jön hozzám, aki ismerem a törvényt, aki megtartom a törvényt, aki nem csak ellopom az emberektől, hanem tizedet adok mindenemből. Ez egy gazember. Hát miért hozzá? De ott halljuk Jézusnak a Zakeus történetnek a végén a kinyilatkoztatását, hogy az emberfia azért jött, hogy összegyűjtse és megmentse azt, ami elveszett, vagy elveszni tűnik. Jézus értem jön, meg érted jön. Akinek úgy tűnik, hogy már-már elvész az élete. Hogy már-már annyi rossz lelki változása van, annyi keserűsége és indulata van, hogy elveszni látszik az életednek az öröme és a boldogsága. Akinek elkezd gyöngülni a teste,
mert túljutunk az életünknek a felén, átlépjük azt a délcegés, erős nőiségünket vagy férfikorunkat, és eljönnek a bajoknak az idejei. És ez olyan nehéz elfogadni, olyan nehéz megélni az összetörtségenek az állapotát, meg a testi gyengülésnek az állapotát. És akkor jön Jézus, és azt mondja az összes változásnak a végén, azt mondja a gazemberek előtt is, hogy én ezért jöttem. Hogy én ezt az elveszett életű embert megmentsem és összegyűjtsem. Jézus azért jön. Ennek a nagybőti utazásnak is az lesz a célja, azt kell érezni végig, Jézus értem jön. Uram, hát értem jössz ebbe a világba. Hogy az én összeesett, sokszor összetörtséget mutató életemet megmentsd, hát ezért jön. Hát légy egy kicsit vágyakozó, jó irányokban, jó dolgok után vágyakozó, Krisztus után vágyakozó ember, mint amilyen Zakeus volt. Légy bátor, ahogy Zakeusnak bátorság kellett, hogy felmászon és nevetségessé tegye magát az emberek előtt. Légy vágyakozó, légy bátor, és hagyd, hogy az Isten beköltözzön az életedbe, mert a hozzád beköltöző Jézus jobbá és boldogabbá teszi az életedet ezen a világon, és amikor majd egyszer te költözöl be Jézusnak az országába, akkor ott lesz igazából mérhetetlenül jobb és boldogabb életed a halál túlsó oldalán az Atya országában. Ámen.